A rendezvény hazai elindítását a szlovén mézes reggeli kezdeményezés 8 éves gyakorlata adta, amit mára európai mézes reggeli néven több uniós tagország is átvett. Az elmúlt évben a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására összesen 67 hazai helyszínen csatlakoztak a programhoz. Idén a 8 megyebeli helyszín egyike a nyíregyházi Bárci volt. Első alkalommal kapcsolódtunk be az iskolánkkal és a gyerekekkel ebbe a programba, a mézes reggeli programba. Az interneten láttuk ezt a lehetőséget, és úgy gondoltuk, hogy az iskolának fő célkitűzése, hogy az egészséges életmódra nevelje a gyerekeinket, akik kicsit szociálisan háttérbe szorulnak a többi általános iskolás gyerekek között, és ezért gondoltuk úgy, hogy közelebb hozzuk nekik, hogy megértsék azt, hogy végül is az egészséges táplálkozásnak milyen fontos szerepe van, és hogy végül is hogy készül a méz, mert hogy ezt tankönyvből, vagy hogy kerül az asztalunkra a méz, mert ezt tankönyvből elég nehéz megvalósítani. Úgyhogy mi ezt az egész napot erre, ennek a napnak szenteljük, az Európa mézes reggeli programba kapcsolódunk be. A vitaminban gazdag hazai mézet közvetlenül a termelőktől érdemes megvásárolni. Ezek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, mondta el a reggeli egyik szervezője, Mányi Gabriella. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének gazdasági vezetője hozzátette, elégedettek az idei méztermelés minőségével és mennyiségével. Én úgy gondolom, hogy az idén ez a térség nem panaszkodhat a méztermelésre. Fő méztermelése ennek a vidéknek az akác méztermelése, és úgy gondolom, hogy jó évet zártunk, csak sajnos a mézhamisítással befolyásolták a termelők és a méhészek, az igaz méhészek életét, mert azzal, hogy hamisított mézzel árasztják el a piacot, és főleg a boltokban veszik meg az emberek a mézet, ezzel a termelői méz háttérbe szorult, és nem tudják a fogyasztók, hogy nem igazi és nem eredeti mézet vehetnek és tehetnek az asztalukra. Mányi Gabriella elmondta, a tudósok egybehangzó véleménye szerint a méhek alapvető fontosságúak a földi élethez, nélkülük ugyanis nem lennének beporozva a növények, és néhány éven belül éhen halna az emberiség.